Ami talán a leginnovatívabb kapcsolat egy futballklub és egy egyetem között az, hogy közös tudományos díjalapot hozunk létre, évi 12 000 eurós összeggel, amelyet fele-fele arányban tesz be a futballklub és az egyetem, és három szinten díjaznánk, vagy fogjuk díjazni a kutatókat hallgatói szinten is, ahol természettudományok, élettudományok és társadalom, közgazdaságtudományok területéről várunk majd úgymond pályaműveket, amik lehetnek TDK dolgozatok, diplomadolgozatok, vagy külön egy célra készült dolgozatok. A fiatal kutatók, akik lehetnek még PhD hallgatók, vagy már végzett PhD hallgatók, és a harmadik kategória a legnagyobb, ami a legfiatalabbaktól a legidősebbekig jöhet, mind olyan témával, ami a sport, a sportélet, a DVSC, a Debreceni Sporttudomány fejlődését szolgálja, de nem kizárólag sporttudományi területről jöhetnek. Ez a évi 12 000 eurós díjalap úgy oszlana meg, hogy 3 000 euró a hallgatói szintű művekre, 2 000 euró a fiatal kutatók, és a fődíj az pedig egy 5 000 eurós tudományos díj. Nyilván egy olyan bizottság döntése alapján, akik ezeket a pályaműveket értékelik, és kiosztásra alkalmasnak, vagy díjazásra alkalmasnak tartják ezeket a pályaműveket, tehát maximum 6 díj lehet, 1-től 6-ig mondjuk így. Évente kerülnek ezek majd értékelésre és díjazásra, várhatóan első alkalommal, körülbelül egy év múlva, 2023 őszén megfelelő körülmények között. Nekünk mindenképpen nagy előny az, hogy az egyetem, amelynek tudományos, egészségügyi, marketing és mindenféle szakmai tudása és háttere megvan ahhoz, hogy a mi ismertségünket, szakmai tudásunkat segítse, akkor ezzel élni kell. Klub tud nyújtani lehetőséget a hallgatóknak, akár gyakornoki képzésre, a klub tud nyújtani duális képzésben való részvételre, tud akár állás lehetőséget is biztosítani, a klub tud az egyetemi hallgatóknak sportolási lehetőséget is biztosítani, és én úgy gondolom, hogy a magának a DVSC-nek része lenni az jó. A klub természetesen segít majd az egyetemnek az egyetemi szektort megtölteni, és közös marketing dolgokat is tervezünk, illetve a Campus Fesztivál alatt tervezünk mindig egy fesztivál mérkőzést, amikor a campusra hallgat érkező szórakozni vágyó fiatalok és nem fiatalok esetleg egy színvonalas futballmérkőzést is megnéznének.